Másfél éves időutazásnak lehettek szemtanúi azok, akik jelen voltak az Alba Cölin Kft. Új csarnokának ünnepélyes avatásán szerda délután. Az új 10 000 négyzetméteres csarnok, mely mintegy 3 milliárd forintból épült fel, további lehetőségeket teremt a szállítmányozással, raktározással és vámkezeléssel foglalkozó cég számára, a minél hatékonyabb és elsősorban emberközpontú működéshez. Ez egy 5 fős cégtől indult, és ugye most már közel 250 fő a tagja, és nálunk mindig ez a család, ismerjük az összes kollégánkat, tehát igazából az a millió, azt próbáljuk megteremteni, ami akár az érzelmeken, akár a családon, hogy odafigyelünk a munkatársak, és ez nem csak ilyen PR szöveg, hanem tényleg így van, most is jó páran itt vannak. Az emelkedett hangulatot az átadón levetített karácsonyi kisfilmek még tovább fokozták, a délután fénypontja pedig csak ezután következett, amikor is Cserta János, a cég alapító ügyvezetője bejelentette visszavonulását, egyúttal hivatalosan is átadta a 34 éves múltra visszatekintő családi vállalkozás vezető pozícióját fiának, Cserta Róbertnak. Én már korábban egyetemi éveim alatt között is dolgoztam a cégnél más-más pozíciókba, és most már 4 éve cégvezetői pozícióban vagyok, és úgy gondoltuk, hogy ezzel a raktár átadóval egy olyan alkalomban, hogy talán egy ilyen elegáns módja is lenne ennek a generációváltásnak. Ez édesapám ötlete volt, aki egyébként még mai napi 80 évesen is szinte minden nap bejár a céghez, holott már a napi operatív dolgokban azért természetesen nincs benne, de szeret ránézni, hogy állandnak a folyamatok. A jelképes szalagátvágásban Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere is segítkezett a cég vezetőinek, és nagy dolognak nevezte, hogy egy családi vállalkozása nem csak a város, de a térség és az ország meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. Különösen fontos az, hogyha egy magyar tulajdonú cég dönt úgy, hogy újabb és újabb beruházásokat néhány évente megvalósít itt a városba. Az Alba Cölin így tesz folyamatosan, hiszen elég csak arra gondolni, hogy egy hasonló nagyságú csarnok átadón voltunk 2020 végén is itt. Az immár több mint 230 munkatársat foglalkoztató cég fejlődése és növekedése természetesen nem áll meg az új csarnok átadása után sem, hiszen, mint mondják, hogyha egy tervezés és megvalósítás befejeződik, akkor bele kell vágni egy másikba. A cég vezetői a csarnok további bővítésében gondolkodnak, amelyet 5 éven belül szeretnének megvalósítani.